szeretettel köszöntöm iskolánkban. A Barton Béla zeneiskola képviseletében a TIK kollégium zenekar. Tapsoljuk meg őket! Már hallottuk őket játszani, biztos felindulmas és érdekesen. Köszönjük, hogy ellátogattak az iskolában. Nem titkolt cél, hogy fölhívják a figyelmeteket a zenére. A zeneiskolában lehet zenét tanulni, tehát ott lehet jelentkezni. Az a cél, hogy nem sokára lesznek a beiratkozások, akkor akik érdekel, az rendszeresen átadom a szót, valóban igazat a helyettes úrnak. Köszönöm szépen, nem szaporítanám sokáig a szót, nem veszem a zenét az időt, de csak hogy igazgató úr mondani valóját folytassam, egy kis meglepetés anyáknak is sorra készülünk nektek, ezért sok szeretettel köszöntöm benneteket, és a szülőket is, és a tanár kollégákat is. Most elsősorban az első és második, most harmadik gyerekekre szeretnék szólni, ti majd a kitelőre. Tegyük fel a kezét, aki első osztályos. Elsősorban nincs legnagyobb, jó? Te, igen, és igen. Tegyük fel a kezét, aki második osztályos. Nagyon jó. Na, akkor most nektek mondom, hogy majd a tanár hogy fogok kapni ilyen kis szólóakokat, lehet, hogy talán ilyen nagyobbak is, és kérni igazgatónak, hogy aztán majd jutassuk az első osztályosokat és a szólóakot, mert nem sokára lehet hozzánk jelentkezni, szólt és előkészítő osztályra. Ezek nagyon izgalmas és játékos órák, és megismerkedhetnek az elének az alapjaival. Talán itt nem is kell a jelenlévőknek elmagyaráztam, hogy milyen fontos zenének hangszereket tanulni. Van olyan hangszer, amit megismerhetik az elhangszer? Na tessék! Tuvasz, nincs! Lebukjunk, nincs tudat! Mondasz? Dol, igen, ott egy csomó fajta van. Trombita is van. Melyik a trombita? Mutassatok fel egy trombitát? Így van. Látok egy fuvarát? Melyik az? Igen. Már ilyen hangszereken lehet nálunk tanulni, mert egy nagyon-nagyon sokféle hangszeret, és talán itt azt nem is kell elmagyarázni nektek, mert biztos tudjátok, hogy aki zenét tanul, az hangszeret tanul, az mennyivel okosabb, ügyesebb és jól lehetett és kultúráltat lesz, mint a többiek. Ez nagyon fontos, hogy mind tanuljatok zenét, de nem csak ezért fontos, hanem mert egy ilyen nagyszerű csapatba, egy ilyen nagyszerű barbára lehet tartozni nálunk a TIK kollégium zenekar, mert még sok más nagyszerű együttes is van, most például rájöttek. Hogy egy nagyon messzi országba készülünk a zenekar, egészen Izrael egyetemben. És még ilyen nagyon sok érdekes program lehet távolra azokra, akik eljutnak idáig, persze nem lehet rögtön bekerülni a zenekarra, az nagyon ügyesnek, elég olyan ügyesnek, hogy ők mint akik készülünk. Úgyhogy várjuk titeket sok szeretettel a zenéskorába, szüleiknek mondják, hogy nagyon szeretnétek, van szeretet adni. És gyertek hozzánk, várjuk titeket szeretettel, a szóra, majd pontosan megvárjuk ezzel kapcsolatban minden nem is arról tovább az időt, hallgassátok sok szeretettel a TIK kollégium zenekart, és köszöntsétek nagy kapcsolat harmadik, a Hartó Díjas Lyukasi Miklós. Thank you.
Köszönöm.